Az ország legjobb mezőgépész tanulói mérték összetudásukat még áprilisban Baktalórendházán. A településen működő Vai Ádám Gimnázium és mezőgazdasági szakképzőiskola hosszú ideje képez mezőgépészeket, a szak az egyik legnépszerűbb a képzési kínálatukban. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert Baktalórendházán hagyományosan, már tradicionálisan népszerű a gépszerelő, illetve a mezőgépész képzés. Hál' Istennek ennek az iskolának az adottsága is lehetőséget nyújt. Maga a felszereltség, illetve a területi elhelyezkedésnek köszönhetően nem küzdünk tanulóhiánnyal. A végzett mezőgépész tanulók pedig azonnal el is tudnak helyezkedni. Megjelentek az iskolánkban a környező gazdáknak a gyermekei. Ennek köszönhetően ők már saját gazdaságba tudnak elhelyezkedni, illetve hát a környező gazdák is hát keresnek és kapva kapnak a nálunk végzett tanulók után. Ez pedig országosan minden mezőgépész tanulóra igaz, ugyanis a mezőgazdaságban egyre feszítőbb a munkaerőhiány, 10-ből 9 gazdaság szakember hiánnyal küzd. Tavaly már 1500-al többen jelentkeztek mezőgépésznek, azonban az ágazat által igényelt 5000 végzősnek csak kevesebb, mint tizede kerül ki évente az iskolapadból. Még nem jelentkeznek elegen, és akik végeznek, figyelni kell rájuk, hogy a pálya elhagyás az ne történjen meg. Egy páran elhagyják nyilvánvalóan a szakmát, ez benne van, de egy páran jönnek is a szakmába. Szóval bízom benne, hogy az elkövetkező pár évben sikerül azt elérnünk, hogy az az évi 4500-5000 mezőgépész, akire szükség van, beszéljek itt most gépkezelőről, beszéljek itt most technikusról, gépszerelőről, mérnökről, ezek fognak jönni, és a szakmának a segítségére lesznek. A mezőgépészet megítélése az elmúlt 30 év során keveset változott. A szakmát még mindig olajosnak, elavultnak, alantasnak tartják, sok fizikai munkával és alacsony fizetéssel. A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége legyelte is mezőgépész néven, iskolások számára képzési és karrierprogramot állított össze, illetve különböző fesztiválokkal is népszerűsíteni kívánják a szakterületet. Szépen lassan már az emberek megértik azt, hogy ezekhez a gépekhez kell szaktudás, kellenek hozzá a fiatalok, mert aki már egyébként egy táblagépet jól tud kezelni, és van műszaki vénája, ahhoz már közel állnak ezek a gépek, ezeknek a kezelése, és ezáltal ezt el tudják sajátítani. És tényleg már azokat a sztereotípiákat, hogy tényleg ez egy koszos, poros szakma, ezt már lassan sikerül leküzdenünk, és észreveszik azt, hogy robotkormányzás segítségével, klimatizált fülkében, kényelmes ülésen tényleg nyugodtan tudnak dolgozni, és nem elhanyagolható tény, hogy ezt a nyugodt munkát, ezt ma már meg is fizetik a mezőgazdaságban. Umenhofer Péter hozzátette, bár időben észlelték a problémát és tették meg a szükséges lépéseket, de így is legalább 15-20 évbe telik az ágazati munkaerőhiány leküzdése.